Életében, hanem tudjuk nagyon jól, hogy könyveket is írt már, verseket is írt már, és amit lehet nem is sokan tudnak, hogy Márkus Ferenc hosszú éveket töltött Somogyváron, ahol oktatta fiatalokat, sok mindenre, többek között a sportra, és aztán nem is sokan tudják a szászója, hogy ő maga is atléta volt, és a 100 méteres síkfutásnak volt a bajnoka. Azért vagy különleges ember, mert a közéletben is részt veszel, mindenhol megjelentél itt a hosszú évek alatt, sőt még a énekkarban is szerepeltél, egyikben is, másikban is, most éppen ebben, ami mögöttem áll. Tehát te egy olyan rendkívüli ember vagy, akire mi 100%-ig nagyon fölnézünk. A mai kiállítás, ami itt körbe van a falon, hát ez megint mondhatom egy hatalmas nagy csoda, mert azok az alkotások, amelyeket te kigondoltál és ecsetet vettél a kezedbe, és az, ami megfogalmazódott benned, azt olyan érzékkel vitted a vászonra, hogy mi hozzá nem értünk, pontosabban tehetségtelenek, mi csak ámulunk és bámulunk. Hogy bármelyik részét nézem ennek a kiállításnak, legyen az a csendéletek része, ahol a virágok szinte megszólalnak, szinte magukról beszélnek, olyan szín árnyalatok vannak rajta, mintha élő virágokat látna az ember, és ez mutatja azt, hogy te nagyon szereted a szépet, szereted a harmóniát, és ez mindenképpen látszik ezeken a csendéleteken. Én kívánom azt, hogy ameddig ecsetet, tollat tudsz fogni a kezedben, addig azokat a gondolatokat, érzéseket, élményeket próbáld papírra vetni, vászonra vetni, hogy mi sokáig tudjunk ezekben gyönyörködni. Tisztelettel megnyitom ezt a csodálatos kiállítást. Még egyszer köszönöm. Feri bács, mióta foglalkozik festészettel? Gyerekkorom óta szerettem rajzolni is, sőt, sokszor volt az, hogy az osztálynak én rajzoltam meg a kötelező munkáit. Honnét meríti az ihletet egy képhez? Én minden szépre, jóra hajlandó vagyok tanulni, megismerni, sőt, utána járni. És így alakult ki bennem az, hogy hát akkor tulajdonképpen nekem is a szépséget kell, a szépet kell varázsolni. A képekből úgy látszik, hogy nagyon szereti a történelmet. Hogyne, de még mennyire. Gyerekkoromban is a legkedvesebb olvasmányaim voltak. Az ilyen kuruc, akkor az egri várvédő és stb. Ezeket mind-mind én nagyon-nagyon tanulmányoztam. Meg magát az ősmagyarságot is.
Milyen technikával készülnek a képek? Hát tulajdonképpen először csak akvarellel dolgoztam, de aztán rájöttem arra, hogy ha értéket akarok teremteni, akkor olajjal. Sokszor csak úgy, spontán viszem rá a festéket a vászonra, vagy ezek például ezek a kicsik, ezek ilyen fa táblára, mint amit régen a Michelangelo festettek, olyanra, de nagyon jó, olyan szépen megfogja a festéket is, és tényleg. Úgy tudom, Feri bácsinak a festészet volt az 5. diplomája. A többiről esetleg hallhatnánk egy-két mondatot? Az első diplomám az gyógypedagógiai tanárképző volt. A második, amikor lekerültem Somogyvárra, akkor el kellett végeznem a Marsics Egyetem filozófiai szakját. Akkor kicsábítottak az általános iskolában, mert sportoltam világéletembe, hogy elment a testvérő tanár, és akkor át kell venni a helyét. De ugyanakkor rám sózták azt, hogy el kell végeznem a testvérő szakot is, szintén Pécsen. Meg aztán utána akkor át kellett vennem a falunak a sportirányítását, a TFN a sportszervező szakot. Feri bácsi, nagyon szépen köszönöm, további jó egészséget és további jó munkát kívánok. Köszönöm szépen.